Önök egy pártpolitikai intifádát szeretnek itt rendezni, ahol visszamondják a baloldal összes hazug vágyát Magyarországgal szemben, amit önök hallottam, az tiszta politikai propaganda. Ezt én nem rovom föl önöknek, hiszen önök parlamenti képviselők, és végül is, hát ha ehhez van kedvük, akkor legyen így. Amin azért meglepődtem, az a bizottság elnök asszonyának hozzászólása. Hiszen kétség kívül, hogy vannak nézetkülönbségek a bizottság elnök asszonya és Magyarország között, amiket én szándékosan nem hoztam szóba, tekintettel arra, hogy Európáért végezzük a munkánkat az elnökség keretében, és szerencsétlen dolognak tartom, amit az elnök asszony csinál, hogy a nézetkülönbségeket rávetíti az elnökségi munkára. Ez nem helyes szerintem. Sajnálattal kell fölidéznem a régebbi emlékemet, régebben nem így volt ez. A bizottság elnökét sosem mondott volna ilyeneket, mint most az elnök asszony. Ez nem fordulhatott volna elő. Tekintettel arra, hogy régebben, ahogy az alapszerződés mondja, a bizottság a Guardian of the Treaty. Egy semleges testület volt, aminek az volt a dolga, hogy őrködjön a treaty felett. Az volt a dolga, hogy a politikai vitákat félretolja, és a különbségeket a jog mezején kezelje. De sajnos úgy látom, hogy az elnök asszony ezt megváltoztatja, és a Guardian of the Treaty-ből egy politikai fegyvert csinál, egy politikai testületet, ami bennünket, jobboldaliakat, patriótákat és európai hazafiakat támad. Ez nem helyes szerintem. Szándékosan kerültem az elnökség kapcsán Ukrajnát. De ha akarják, hát beszéljünk róla. Először is tisztelt bizottsági elnök asszony, a leghatározottabban utasítom vissza, amit mondott. Minden analógia és összehasonlítás, ami magyar 56-os szabadságharcosokat vet össze Ukrajnával, tévedés és meggyalázása a magyar szabadságharcosok emlékének. Semmi közös nincsen 56-ban meg az ukrán-orosz háborúban. A magyar szabadságharcosok nevében minden fals, félrevezető, történelmi analógiát visszautasítok. Viszont szívesen beszélek arról, hogy már az angol szász nyilvánosságban is van egy mondat, amit mindenki elfogad, csak úgy látom, a háború mellett érvelő európai képviselők nem fogadják el. Ahogy az angol szász sajtó írja, ha győzni akarunk, először kell, hogy legyen elég bátorságunk, hogy beismerjük azt, hogy vesztésre állunk. Mert az a helyzet, hogy vesztésre állunk az ukrán fronton. És önök itt úgy tesznek, mintha ez nem így lenne. A valóság az, hogy a bizottság elnök asszonyának is köszönhetően az Európai Unió meggondolatlanul, téves számítások alapján és elhibázott stratégiával vágott bele ebbe a háborúba. Ha győzni akarunk, a mostani vesztes stratégiát meg kell változtatni. Ez egy rosszul megtervezett és rosszul végrehajtott stratégia. Ha ezen az úton megyünk tovább, veszíteni fogunk. Ha azt akarjuk, Ukrajna ne veszítsen, akkor stratégiát kell váltani. Itt azt javaslom, hogy ezt fontolják meg. Minden háborúban kell, hogy legyen diplomáciai tevékenység, kell, hogy legyen kommunikáció, direkt vagy indirekt kapcsolattartás. Ha ezt elmulasztjuk, egyre mélyebbre megyünk a háború bugyrába. Egyre kétségbeesettebb helyzetek lesznek, egyre többen halnak meg, százezrek halnak meg, most is még mi itt beszélünk, ezrek halnak meg Ukrajnába. Ennek a konfliktusnak ezzel a stratégiával nem lesz megoldása a harctéren. Ezért javaslom, hogy álljanak inkább a béke mellett. Érveljünk a tűzszünet mellett, és csináljunk egy másik stratégiát, mert ezen mindannyian rajta fogunk veszíteni. Méltánytalan a bizottság elnök asszonyának az a vágya Magyarországgal szemben, hogy mi csak úgy kiengedtük az embercsempészeket, ez nem igaz. Magyarország össze is letartóztatja az embercsempészeket.
letartóztatja az embercsempészeket. És aztán egy idő után kitoloncolja őket az országból, azzal, hogyha visszatérnek, kétszer olyan hosszú ideig kell majd börtönben maradniuk. Ezért nem jönnek vissza. Mi megszabadítottuk Európát több mint 2000 embercsempésztől, bizottsági elnök asszony. Ezért inkább elismerést kellene, hogy kapjunk, nem pedig bírálatot. Többen érveltek az Európai Egység mellett, talán Weber képviselő úr is. Mi a Unity in Diversity hívei vagyunk. Sosem fogunk beletörődni abba, hogy az Európai Egység azt jelentse, hogy ők ránk parancsolnak, hogy fogjuk be a szánkat, ha valami nem tetszik. Az Európai Egység nem azt jelenti, hogy mindenkinek be kell fogni a száját, aki nem ért egyet a többséggel vagy a bizottság elnök asszonyával. Magyarországon a parlamentben van kétharmados többsége a kormányzó pártnak. De soha nem fordulhatott volna elő az, amit önök műveltek. Az, amit önök tettek. Magyarországon hiába van kétharmada a kormánypárti képviselőknek, az ellenzék, minden pártja mindig megkapta azokat a bizottsági pozíciókat, amik megilletik őket. De önök megfosztották a patriótákat ettől is. Önök akarnak bennünket kioktatni demokráciáról. Ez a képtelenség. Weber elnök úr azt mondta, hogy senki se áll szóba velünk. Ez súlyos sértés azokra nézve, akik szóba álltak velünk. Ezek szerint ők senkik. Az elnökség előkészítéseként elmentem az ön kancellárjához Németországba, a franciák elnökéhez Párizsba, és az olaszok miniszterelnökéhez Rómába. Ők senkik? Ők a senkik? Weber úr. Sajnálom, hogy az Európai Néppárt frakcióvezetője zárójelbe teszi a valóságot. Azt mondja, hogy a magyar kormányzó párt nem nyerte meg az európai választásokat Magyarországon. 45%-ot kaptunk. Önök Németországban 30-at, akkor ki nyert itt, Weber úr? És ha már ön nem riadt vissza a személyes megjegyzésektől, nekem is engedje meg egy személyes megjegyzést. A harag rossz tanácsadó. Tudjuk, mi a konfliktusok a közöttünk. 2018-ban jelentős szerepet játszottam abban, hogy ön nem lehetett bizottsági elnök. Én támogattam volna önt. Meg is ígértem, hogy támogatni fogom. Csak ön azt nyilatkozta utána, hogy nem akar a magyarok szavazatával bizottsági elnök lenni. Hát nem lett. Ezért haragszik rám. Ott akar ülni abba a székbe, ahol most Ursula von der Leyen ül. Miattam nem ül ott, ezért haragszik rám. De ezen én nem tudok segíteni. Sajnálom, hogy ez a konfliktus önből egy hungarofób ember csinált. Nem tudom komolyan venni a megjegyzéseit ebből fakadóan. Nagyon kérem, hogy ne keverje össze a személyes sérelmeit az európai vitákkal. Perez képviselő asszonynak a legnagyobb tisztelettel azt kell mondanom, hogy én szívesen vitázom önnel, de némi tényismeret nem ártana egy ilyen vitához. Az ismeret hiány nem jó pozíció egy vitában. Magyarországot magas adókkal vádolja. 15%-os jövedelemadós kulcsunk van, flat tax. Azt mondja, a magyar gazdaságban kétszer akkora a növekedésünk, kétszer akkora a magyar gazdaság növekedése, mint az uniós átlag. És hogy így fest le rossz képet a magyar gazdaságról. Tények nem számítanak, képviselő asszony? Látom a francia képviselő asszonyt, a Renew képviseletében bántja a magyar alkotmányos rendszer. Tehát fogadja el, hogy nekünk jogunk van a saját alkotmányunkhoz. Ön azt mondja, hogy mi hátrányosan különböztetjük meg egyes népcsoportokat Magyarországon életvitel szerint. De egész egyszerűen nem felel meg a valóságnak.
A magyar alkotmány mindenkinek megadja a saját életfelfogása szerint élethez való jogot. Egy dolgot azonban kétségkívül tesz a magyar alkotmány, és hiába nem tetszik ez önnek, ez így fog maradni. Védi a családokat. A magyar alkotmány védi a családot, védi a gyerekeket, védi a házasságot. És valóban a magyar alkotmányban az van, hogy a házasság egy férfi, egy nő. Sőt, az is benne van, hogy az apa férfi, az anya nő. Jogunk van ez a szabályozáshoz. Ne vitassa ezt el tőlünk, tisztelt képviselő asszony. A Magyarországra vonatkozó korrupciós vádakat vissza kell utasítanom. Én, ha akarják, belemeltek egy személyeskedő vitába, hiszen egy olyan testületnék a ülésén vagyunk, ahol van szakértelem a korrupciót illetően, ugye? Önök akarnak, ez a testület akar korrupcióról kioktatni bármilyen tagállamot? Ezt komolyan gondolják? Egyik képviselő, frakcióvezető úr azt mondta, hogy rengetegen hagyják el Magyarországot. Ön nem mond igazat. Magyarországról pont annyian dolgoznak arányaiban külföldön, mint Ausztriából. Ausztriából is elmenekülnének az emberek? Ez egy fals koncepció. Rosszindulatú propaganda. Az uniós pénzekről pedig csak annyit szeretnék önöknek mondani, hogy mindannyian tudjuk, hogy az a pénz, ami az unióból támogatásként érkezik Magyarországra, annak 80%-a visszamegy önökhöz. A Magyarországnak adott támogatás 80%-a az önök cégeinek zsebében van. Ezek után bennünket kritizálnak azért, mert elfogadjuk az uniós támogatásokat. Logikus ez? Ami a baloldal képviselőit illeti, szakszeret ellenességgel vádol bennünket, ez méltánytalan. Mi megállapodunk a szakszervezetekkel. Legutóbb éppen több éves béremelési programról állapodtunk meg. Minimál béremelési programról állapodtunk meg, és most is tárgyalunk. Jó esély van arra, hogy a következő évekre megállapodjunk béremelési programokról. A náci szót nem én hoztam be ebbe a beszélgetésbe, hanem ön. Aki azt mondta, hogy én egy antifasiszta, amit én tiszteletben tartok. De ő most szót emel egy német állampolgárért, aki eljött Magyarországra. És a nyílt utcán, ott sétáló embereket erőszakkal megtámadott. Súlyos testi sértést okozva. Azért, mert nem tetszett ezeknek az embereknek a kinézete. Ez a náci tempó. Magyarországon nem lehet az embereket politikai alapon az utcán megtámadni. És utána idejönni az Európai Parlamentbe, mentsetek ki a börtönből, mert súlyos testi sértés követtem el köztörvényes bűncselekményt Magyarországon. Ez nem lehetséges. Kérem, ezt gondolják át, ne kérjék tőlem azt, hogy köztörvényes bűncselekményt elkövetőket engedjünk ki a magyarországi börtönökből. Bizottság elnökasszonya szóba hozta, hogy mennyien dolgoznak oroszok Magyarországon. A hipokrácia esete forog fent. Magyarországon 3000 dolgoznak. Tavaly évben 3000 engedélyt adtunk ki, összesen 7000 dolgoznak. Von der Leyen asszony egy német asszony. Mi van Németországban, von der Leyen asszony? Németországban 300 000 dolgoznak. 300 000 orosz, és ön vádol engem. Kedves Perez elnök asszony! Spanyolországban 100 000 orosz dolgozik. 100 000 orosz Spanyolországban. Engem vádolnak? Franciaországban 60 000 orosz van. 60 000 orosz dolgozik. És önök Magyarországot kritizálják, ami 7000 számunkkal. Ez fair. Ami a gazdasági kapcsolatokat illeti. Magyarország transzparensen kereskedik. De mi van, ha az önök országaira nézek? Én azt látom, hogy számos ország, ahonnan önök érkeztek, Ázsián keresztül, kikerülve a szankciókat, fedett módon kereskedik az oroszokkal.
Mondom a számokat. Az Európai Unió havonta 1 milliárd dollárral többet exportál bizonyos közép-ázsiai országokba, mint az orosz-ukrán háború előtt. Vajon miért? Így kerül ki önök a szankciókat. A német, a francia, a spanyol cégek így kerül ki a szankciókat. Energiáról is beszéltek. A nyugati országok, önök, a háború kitörése óta 8,5 milliárd dollár értékben vásároltak török vagy indiai finomítókból valójában orosz olajat. És bennünket kritizálnak? 8,5 milliárdért. Ez hipokrácia. 23-ban önök nyugatiak 44%-kal több orosz kőolajat vásároltak, mint egy évvel korábban. Az önök cégeinek az adóbevétel, amit befizettek Oroszország költségvetésébe, az 1,7 milliárd dollár volt. És önök vádolnak bennünket orosz barátsággal? Hát önök finanszírozzák. Az igazság az, hogy nem azért jöttem ide, hogy ezeket a tényeket az önök fejére olvassam. Eszem ágába se volt. Azért jöttem, hogy bemutassam a magyar elnökség programját. Szerettem volna elmondani, hogy baj van. Szerettem volna elmondani, tisztelt frakcióvezetők, hogy versenyképességi baj van, hogy migrációs baj van, hogy változtatni kell. És van néhány javaslata a magyar elnökségnek, amit tárgyalunk a többi kormányfővel, de szeretnénk, ha a parlament is támogatja, és ezért jöttem ide. Önök pedig egy ilyen pártpolitikai összecsapást csináltak ebből a találkozót. Mélyen sajnálom. De nem fogok adós maradni önöknek. Egyikőjüknek se. Ha megtámadnak bennünket, meg fogom védeni a hazámat. Köszönöm szépen. All right, let's continue.